városban. Onnan tudtam, hogy városban vagyok, mert mondták. Nem akarom mondani a nevét, mert akkor könnyű rátalálni. Aztán képzeljék el, a nézőtér tele volt épp úgy, mint itt, és az első sor közepén ott volt két szék üres. Mondom, szóljak, ne szóljak. Hát. Há, miért pont most változzak meg, szólok. Hát. Mondom, mi van, a két szék miért üres? Protokolleltársék nem jöttek el, vagy mi a túró van? Aztán semmit nem mondtam, kedves voltam, tovább minden. Már ugye maga módján, kész, ment tovább a műsor. Pár nappal később a mikroszkóp színpadra levelet kaptam, ilyen megszólítással, hogy tisztelt uram! Haragszik az elvtárs. És valamilyen magasabb beosztása lehet a lelkemnek, mert villanyírógéppel írta a levelet. És ahogy a magyar viszonyokat ismerem, a megyékben nincs mindenhol villanyírógép, csak ahol már sűrűsödik a közepén. Na, onnan jött a levél, így a levél szövege. Akarja tudni, a két üres székre ült volna, ilyen meg ilyen város tanácselnöke is, kedves felesége, a tanácselnök elvtársné. De nem jöttek el, mert ők nem járnak ilyen könnyű jellegű műsorokra. Aláírás, dátum, tanácselnök, SKVB, Agitbob, Szocból, pecsét. Hát mondom, itt én nem tudom, hát úgy felidegesítettem megint magam, hát én, itt valami félreértés lehet, ugyanis, hogy mondjam, szóval ott a helyszínen én egy szóval nem mondtam azt, hogy Szűz Máriám, kuna tanácselnök. Tököljek meg, ha hiányzott. Nem. Sőt, még valami, a felesége meg pláne nem. De csak arra mertem gondolni a kis hülye agyammal, hogy ugye egy tanácselnök ott abban, ahol voltunk, csak nem akarom a nevét megmondani, ugye, aki kapja az ingyen jegyet az egész familiájával együtt, orvérzésig, ha kell, ha nem. Ha jegy kell, szavam nincs, jó mulatást, vigye, semmi gond. Na, de ha nem kell, az is igaz. Nem kell mindenhova elmenni. Az is igaz. Én sem mennék el, ha ő beszélne. Ez egy ilyen dolog. Illetve elmennék. Jó, messzi. Na most, én azt gondoltam, kis naiv. Milyen kifejezéseket tudok. Szóval azt mondta, hogy tanácselnök ugye hivatalból gondol arra, hogy ha már nem kell neki a két ingyen jegy, hát menjen el vele két melós. Nem gondolsz. Nekem itt levelet, mert megsértődött. Gyanítom, a levelet nem ő írta, hanem az asszony. Az a veszélyes, az asszony. Ugye, apukám, mi parancsolunk? Persze. Ti ketten meg a gyerek? Persze. Hölgyeim és uraim, még a keréknél is a végén csaptan, remélhetőleg, hiszen a színpadon, a keréknél Géza. Arandrága szíveim, nem tudom, ez rádió vagy csak tévé. Mert úgy összemosódik mostanában minden. Szóval rajtam díszmagyar van. Igen, mert hát én tanultam az első ciklusból, ergo, két éve még én magyar ellenes és nemzet ellenes voltam, hát nem tudtam, mi hiányzik, de most már aztán nem érheti szó a ház elejét, csodák vannak, szóval díszmagyar. Amikor ünnepi alkalom van, ilyet kell felvenni, képviselő uraktól és miniszter uraktól láttam, és gondold el, parlament, be kell menni, hát nem kell, de ő bemegy. Ilyen izé, kacagány vagy röhögény vagy mi van rajta, és azt mondja anyósom,
És amikor bent van, kínhatta a lovát? Igen. Egyszer eltévesztené, képzeld el, és ez fordítva lenne. Nem itt tartanánk, hidd el. Csodál. Szóval díszmagyar. A nagy nevettetőnk, aki mostanában oktatóba ment át, mi a tévéműsor címe, a Csonka Gúla. Igen, ő. Azt mondta, hogy csak az órát állítottuk vissza, és nem az időt. Hát most, hogy mondod, Balázs, tényleg. Tényleg van ilyen. De leveszem, mert olyan moly szaga van. Na de, lesz választás állítólag. Én nem tudom, azt miért akarják annyian, hát nem tudom. Hát én például teljesen meg vagyok elégedve. Hát gyerekek, hát 93, hát ami most van, az csúcs. Itt lesz választás, hát akkor ugye, hogy akkor mi lesz, az majd elnálik. De lesz választás, igen. Anyósomnak is mondtam, hogy igen, mi állandóan társalgunk. Mondom, mama, hát kell, hogy legyen választás. Hát ne vicceljen már, hát jogállomban fogunk élni. Jaj, már megint költözünk. Hát Isten magával beszél bele. Hülyeséget. Csuda. Azt mondja múltkor, megyek a parlamentbe. Miért megy oda? Hát tüdőszűrésre, hát Istenben. Mert most mindenkit átvilágítanak. Tényleg, gyerekek. Az ember úgy figyel, hogy most akkor hogy van ez meg. Tényleg, nem mint ellenzéki, hát merek én. Hát örülök, ha megkapom a gyógyszeremet, aztán már akkor rendben vagyok, két rumot, úgyhogy semmi. De azért csodák vannak. Hát, nem mindenki, de hát elég szép számmal. Úgy tudok róluk beszélni, hogy hát hozzájuk képest a ház nélküli csiga, az egy gerinc oszlop, tudod? És ezek nem nyugszanak. Hát van ilyen? Borzasztó. Szeretném tudni azt is, hogyha mondjuk nem voltunk szar szemét tetves besúgók, tudod? És mondjuk hát senkit nem jelentettünk fel. Igaz, nem is írtuk alá. Na most, 94-ben azért mi még lehetünk magyar emberek? Vagy ez már kizáró? Nem értem. Azt mondja anyósom, hát Géza, ez az. Így van ez. Lassan a szar húzza le a WC-t. Szóval lehet választani. Azt mondja egyik haver a másiknak, hogy képzeld el, a feleségem vasárnapra akart rántott húst csinálni, és akart mellé ilyen krumpliprüjét. És kiment a kamrába, hogy behozza a krumplit, összeesett és meghalt. És te mit csináltál? Hát rist. Igen, 4 év eltelik, majd mindenki ünnepel, a gyerekek, kispárt, nagypárt, mindenkinek a múltja van, és mind ellenzéki, ellenálló múltja. Nehogy azt hittem, hogy ott ő akkor elbenyalt. Ne, semmi. Nehéz egy élet ez. Semmi szexi. Szóval csodák vannak, és 4 év eltelik, ünnepel, azt mondja a férj, anyukám,
te buja állat, te! Házassági évfordulónk van! Vetkőzd, te vetkőzd, ne letépem ide! Gyere be az ágybát, két éve nem dugtunk! Te! Hát igen, szóval négy is, és közben rengeteg minden történt. Például temetés is volt. Te, újra temetni már tudunk, de újra élni még nem. Illetve mi tudnánk, csak hát a menye, Vitéz kőbányai világos menye, érdekeset mondott. Tetszett, sok embernek tetszett, azt mondta, hogy a kritika az veszélyesebb, mint a kábítószer. Mondta a demokrácia hajnalán, a szabadság elején. Tényleg? Azt mondja anyósom, majd meg fogod látni. Téged meg elvisznek kábítószer csempészetére. Maradjon már, beszél bele mindenben. De szép temetés volt. És az a sok magánember. Hú. Magánember, magántestőrökkel, állami kocsival, szóval szuper volt, szuper, szép volt. És a cselédség is. Én ezt nem is gondoltam volna. Cselédségből egyik mondta, hogy amikor az ő méltósága, azt mondta édesanyámnak, hogy jó reggelt, Mariska. Sose felejtjük el. Igen, mert este volt. Szóval szép volt. Szép. És azt nem tudom, hogy miért nem hozták haza a lovat is. Fehér lovat, persze. Hát egy része már itthon van. Ez a lófilé. Ezt be lehet tenni a nyugdíjasok borítékjába, tudod? Forint filé. Úgy egymás mellett. Szép volt. És sokan voltak. Sokan. Sokkal többen lettek volna, csak még nem érkeztek meg a donkanyarból. Tudod? Szép volt. Szóval szép. És amikor meglepődtem, hogy a Vitéz kőbányain meg a menyét kitüntették, képzeld el. Jó, mint ellenálló. Hát ezt értettette? Azt mondja anyósom, hát persze, mert partizán volt. Úgy hívták, hogy Zója Kozmogyemszkája. Az ellenálló. Az a régi viccet ismered, hogy a partizán naplója? Azt mondja, 1944, február 1, a mocskos muszka kozák hordákat a rohadt anyjukba kizavartuk az erdőből. Február 2, ezek a szemét muszkák, ezek a rohadt szemét oroszok minket kizavartak az erdőből. Február 3, mi viszont? A mocskos szemét csűrje a sztálinista, ez mondjam, tehát kizavartuk az erdőből. Február 4. Jött a csősz, és mindenkit kizavart az erdőből. Én azért mondom meg. Szép. Hát igen, szóval sok minden történt 4 év alatt. Például a Bolondok házában van költségvetés. Tudod, hogy készült? 3 bolondtól megkérdezték, hogy Hacovat! 90! Hacovat! Péntek! Hacovat! 36! Hogy jött ki?
90-ből kivontuk a pénteket. Az IBM, vagy hogy hívják? Hát persze, hogy elfogadja, hát ők se hülyék. Szóval csodák vannak, gyerekek. Csak ugye, amikor valaki képviselő szeretne lenni, hát sok mindent jót mond magáról, illetve csak. De aztán közben ugye változnak a dolgok. Remete lejön a hegyről, azt mondja a kocsmába, hogy ételt, italt és nőt. Tisztelt Uram, hát ételt, italt, azt tudunk, de hát a nőt, az nem. Viszont, hát itt van a Béla. Én nem vagyok olyan. Eltelik két hét, megint jön. Na, ételt, italt és nőt. Hát mondtuk már a múltkor is, hogy hát étel itt van az a dögivel, de hát a nő az, hát az, viszont a Béla. Hát mondtam, hogy nem vagyok olyan. Eltelik megint két hét. Na hát akkor... Ergo... Szóval ételt, italt, és hát akkor... Legyen a Béla. De remélem, ez köztünk marad. Hát persze, hát ezt nem fogja tudni senki más, csak ön, én, meg a Béla. Jön meg még hat ember, aki lefogja a Bélát, mert ő se olyan. És eltelt a 4 év. Szóval ezek valami borzasztó dolgok. De lesz választás. Jaj, ez a legjobb. Az Erzsike itt volt nálunk, gyerekek. Illetve a Bözsike, illetve az Erzsike. Meg tudom, hogy kell hívni, hát a királyné, nő. Szuper volt. Ja, Istenem. Parlamentbe bevitték, lásson világot, ilyet. És a szuper nagy ember, érted, azt mondja az Erzsikének, az ott lent volt, ő meg magasabban volt, hát ez világos. Azt mondja, hogy please, madam. Királynőnek azt mondja, hogy madam, a please-t még csak hagyján, tudod? A tejbe please, az a gyereknek adják. Na most kérlek szépen, azt mondja, hogy madam, hát arany szíveim, a királynőnek ilyet, tudod, milyen szabályok vannak? Hát a királynőt nem lehet még érinteni se, de jó a férjének. Édes. És leplízezi. Érted? Lemadámozza. Sose felejtem el, még régen egyszer voltam kuplerájban. Ja, tapétázni. Na most kérlek szépen. Na, ott nevezték madámnak a gyezsúrnaját, tudod? És akkor bevitték a parlamentbe is. Ki voltak öltözve az arisztokrácia. Sorba ott álltak. Ott valamelyik fején nem a végén állt. Ilyen diaré így folyt le itt két oldalt, érted? Hogy hát, ha összekeverik a Bözsikével, érted? Nem keverték össze. Miért? És nagy estély, hát te... Elegáns, ilyen rökkamé húzatból a nagy estényre. És most kapaszkodj meg. Nagy estélyéhez. Ilyet nálunk a téglagyárban nem is engedtek meg. Na, ugye szóval a nagy estélyéhez... Várra akasztós, hosszú ridikül. Amikor abban rohadt, telelökött, mocskos, bolsevista rendszerbe valaki jött, érted? Akkor na, eltársak, eltársnők, bevitt őket, és oktatás. Eto villa. Eto kés. És eto tapéta. És akkor tudták, 2 hétig, majd de ugye ők, az arisztokrácia von Zuhause, oda megy nagy estébe, és tökik kenyérzsákba, hát gyerekek.
a világ meg közvetíti. Szóval csodák vannak. De azért az idő az múlik. Olyat mondok, ami vörös csepelen beszélget két szürke munkás. Ez fordítva lehetetlen. Egyik munkás kérdezi a másiktól, hogy vagy? Kint van a seggöm. Na és havonta küld valamit? Ha minden igaz, akkor új év lesz. Kívánok mindenkinek, jó egészséget, boldog új évet, mindent, és talán oda kellene figyelni a kis muzulmánra, vagy a mohamedánra, a kis hortira, ha már annyira tetszik az apja, meg a nagyapja. Ő mondta azt, hogy most már fel kellene ébredni, mert amiről itt beszélnek, az már mind elmúlt. Amiről két hete szó volt, már az is. Most már tessék, gatyát húzzuk föl, nem mi, mert nekünk már nincsen hova, és nincsen gatya. Úgyhogy 94-től végre menjünk előre, és legyen igaz a Balázsnak, hogy csak az órát állítottuk vissza, és nem az időt. Csókolom. Hát, ha már ilyen kis finom tapsod be, először a történetünkben, akkor azért elmondom, hogy kis ünnepség, nem vagy ugye csak kerekszámoknál szoktunk, hát 900, ne röhögtes. Szóval ma este... Na szóval, remélem igen kellemes esténk lesz, annál is inkább, mert itt vannak mikrofonok oldalt, szilveszteri műsor készül. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kormány rádióját. Kellett. Szóval arany bogaraim. Minden jó, hidd el. Ez fontos, meg. Nagyon jó minden, na. Nagyon jó minden. Itt a kormány rádióban már minden szerep meg van. Ki a bemondó, Antal, mi? Nem rossz, nem rossz, nem. Antalnak egy hibája van. Hogy nem Imre. Szóval jó vagyunk, jó van, de a lényeg. Hát képzeld el, most már elmondom őszintén, amikor bent voltam az intenzíven, valahogy nyugodtabb voltam, mint amióta kijöttem. Hát ott olyan kiszolgálás volt, hát ne vittem. Ide ultravénásan, bedugva ide valami. Ja, kamar, ne vittem, egy csóran csöppent állandóan, így jött be a leves. Hát valami nagyon frankó volt, ugye? És ott valahogy bent az intenzíven, jövőkép is volt. De aztán, ahogy kijöttem, hát akkor minden más volt. Kaptam egy IMS, vagy minek hívják tőle, ekkora kis EKG-t, képzeld el? Szuper masina. Fölvesz, hogy kegyek, nem kegyek, meg mindent is. Ha ne talán gond van, a gyereket nevel krumplit hámoz, és ha ne talán gondod van, rá kell tenni a telefonra,
És jön a helikopter, a mentő, a karitatász, az orvos, a te, minden jön. Mert egy dolog nem jön, vonal. Többé, többé, mi? Hát minden jön. A telefon, ez a ilyen nagy bedobása, Vesztel. Hát most itt tartunk, persze. A telefont veszel, Vesztel. Ja, nyugdíjat válsz, Vesztel. Kimész a piacra, Vesztel. Vállalkozó, Vesztel. Képviselő vagy, nyersz. Nyersz, persze. De a képviselő és a kormány, szóval ez valami pasza. Tudod, mivel foglalkoznak? Csak a lét minimummal. Hülyéskedek. Csak a lét minimum. Minimum a lét elviszi mindegyik, és kész. Nem akarok itt a nagyképviskörni az ünnepen, de Csórikám, a lábam nyomában nem jöhettek. Olyan nagy ember lettem, te... Ó, gyerekek! Képzeld el! Megelőztem a szegénységet, a nyomort, a munkanélküliséget, minden ilyen pitiáner szar témát, képzeld el, és velem foglalkoznak a képviselők. Hát ami a legfontosabb. Képzeld el, az az öreg ember. Képzeld el, ja, hogy hívják? Valami Béla bácsi. Ja, Izabéla, megint. Izabéla, remek egy ember. Képzeld el. Kisütötte, hogy én magyar ellenes és nemzet ellenes vagyok. Jaj, Béla bácsi, tényleg? Miből gondolja Béla bácsi, mert én a televízióban nem jelenek meg úgy, mint ön, olyan lótakaróba? Az igaz, hogy magyaros, az igaz, azokkal a súlytársosokkal, de hát azt hittem, hogy most már 92-t írunk, tudod? Például lovamat is kikötöttem az utcára. Semmi, most már nem. Úgy látszik, ez a baj. Meg nem lettem öreg cserkész se, érted? Munkásőrből egyszerűen nem lettem. És akkor nem vagy magyar, akkor rohadt szemét, nem népellenség, nemzetellen. Igen, Béla bácsi ezt mondta. Jó, Béiza Béla bácsi. Hát nem tudom, Béla bácsi, hogy kutatott-e utánam, de hát az én familiám nem akármilyen. Képzelj el, a familiában volt Ludovikás, Béla bácsi. Képzelj el, Béla bácsi, volt vitéz. Az elég magyar volt, nem, Béla bácsi? A nagyapám Rácalmáson volt bíró. Béla bácsi, igen? Tudom, van magyar rokona Béla bácsinak is. Nem viccelek, te, ó, láttam is. Portobágyon. Jó, szürkebb. Most kérdez el. Most Béla bácsi ezzel foglalkozik. Képzeld el, az én pénzemen, hogy akkor most le kell söpörni a színpadról. Béla bácsi. Ó, Istenem. És ezt milyen listáról nézte le Béla bácsi? Hogy én benne vagyok. Ja. Nem akarom Béla bácsit kiábrándítani, kedves Izabéla bácsi. De képzelj el, nem vagyok zsidó, Béla bácsi. Nem gondolta volna mi? Egyszerűen furcsa. Mondták is, hogy Hofi úr maga zsidó. Nem, csak rossz napom van. Szóval, és a Béla bácsi... A Béla bácsi engem megtámadtatott a Béla bácsi. Na hát, Béla bácsi. Pedig engem a Béla bácsinak szeretni kéne. Hát nézd el rám. Hát én bőrfejű vagyok. Béla bácsi. Jaj, szóval ne tessék haragulni, tessék megnyugodni. Béla bácsi, hát bizottság a parlamentben valami néprajz kutató nevével
Nem András Falvi, nem. Ő még nem. És magyar és nemzet ellenességet vizsgálja a bizottság. De jó, haladunk, Béla bácsi, a rohadt anyját, hát ez az. És ne arra gudja, már majd összevelegettünk, Béla bácsi, mégis úgy át a lánya lehetnék. Szóval azt akarom kérdezni, és Béla bácsi tervei szerint mikor visznek el? Ugye szenteste? Mert a szeretet az nem maradjon ki a programról, Béla bácsi. Hát demokrácia van, drága Béla bácsi. Hát persze, meg szabadság, meg Európába megyünk, Béla bácsi. Csak nehogy túlmenjünk, Béla bácsi. Itt tartunk már most. Na, több szót nem érdemel, Béla bácsi. Szóval kijöttem az intenzívről, és nem találom az egészet. Hogy össze van minden keverve? Hát nincsen Szovjetunió se. Kijöttem, puf, semmi. Először azt kerestem, és pont az nincs. Ja, valami fák van, mi az Isten van. Az fák van. Azt nem tudom, hogy akácfák, vagy gyújtófák, vagy sodrófák, de fák. Érted? Fák. Azt mondja anyósom, Géza, a fák nem nőnek az égig. Ne beszélje maga mindenbe bele minden hülyeséget. Istenem magával már mama. Ah. Nem mondja, csak az omótól lett ilyen. Még valamit, Béla bácsi. Megesküdtem volna, hogy a földkerekségen anyósomat senki nem tudja lepipálni. Béla bácsi, győzött! Hajrá! Szóval kérdezed, nincsen Szovjetunió. Na ezt erre elmondom. Az etnikai kisebbség tagja, képzeld el, talán van már olyan nevesség mindenben lehet, etnikai kisebb. Persze. Abban a rohadt mocskos telelökött bolsevist rendszerben nem volt etnika, tudod? Most meg van etnika, már mindenünk van, már etnika is van. Tudnád, miről beszélek, mi? Ne nehezíts. Hát most annyira kell vigyázni, hát látod, le akarnak söpörni a színpadról. Hát most már komolyan nem lehet se cigányozni, se zsidózni. Csak a parlamentben. Az egy megint más az. Ott nyugodtan, napirend, előtt, alatt, után, az egy más. Te ezt a mocskolódást, ami ott folyik, Európa fele, Istenem, szarozzák egymást agyba, főbe. De hogy jön, milyen jogon, hát hogy merik, miért mondanak egymásra ilyeneket? Azt mondja anyósom, hát meg ismerik egymást. Hát persze. Hát akkor meg... Jaj. Szóval ez van. Na szóval, és nekem annyira kell vigyázni, hogy itt most mit mondok el, mert akármelyiket mondom, ugye, hát nekem, képzeld el, megyek hazafele, minden este más ver meg. Utkor mondtam, hogy köszönöm szépen, az a... Én most vagyok először. Arra. Borzasztó. Tudom, hogy én alaphülye vagyok, és tudom. Persze, hogy nem értem, de nem értem, tudod? De most akkor hogy van? Vesz még a rádió? Mert akkor kedveskedni is tudok. Kérlek szépen, azt mondta Béla bácsi, hogy nem ilyen ökörséget kell, mint amit itt mit csinálunk, foly undorító, nem humor, hanem székely vicceket kell mesélni. Hát dögöljek meg, ha ezt gondolhattam volna. Hadd engeszteljem ki, Béla bácsi, egy székely viccel. Kaszának azt mondja a gyerek, édesapám. És mi az apja, mi van? Rokonunk nekünk a Gergő bácsi. Mi lenne rokon? Hát mert édesanyám. Akkor rokon. Na Béla bácsi, ilyet gondolt, ugye? Én hülye magamtól is rájöhettem volna. Ajjajjaj. Na drágáim, szóval Szovjetunió, puf, szép ment, megszűnt.
Az etnikai azt mondja, hát most nem kell oroszul tanulni. Édesapámat akkor mostan? Hogy mondják oroszul azt, hogy béke? Hát miért? Hát csak úgy kérdezte. És szerintem mondja, az ilyen, hogy mondja. Képzeld-e, bolsevik úriasszony a Gorkava ulicából fölhívja a Veit. Halló, kisfiam, azt mondja be a köpözsi Veit. 200 gram. Fél deci. 100-szor, persze. No. A kisfiam, segítsetek nekem. Emlékeztek a Brezhnev elvtársalat, mennyit segítettem nektek? Haha, kisfiam. Ugye? Szereztem nektek lakást, kisfiam. Hát igaz, egy szobában a hadcsalád lakod, de hát azért csak lakás volt. Jó, meg autót is szereztem. A tárgyalásról a börtönig. Most te segíts nekem, kisfiam. Mit szigetem, mama? Intézzétek el, hogy a krem falába temessenek. Hát ez nem egyszerű. Mama! Ó, egy bazsi. Hát, mama, oda csak a nagy embereket temetik. Azokat is maximum 2 hétre. Mama! Nem érek semmit, holnap visszahívom. Na, másnap. Halló, mama, ne kérdezze, hogy sikerült elintézni. Mama, ne kérdezze, mennyibe kerül. Gyorsan szedje össze magát, mert egy óra múlva temetjük. Mama! És kérlek szépen, és én nem értem az egészet, hogy hogy van ez, meg mint van ez. Hát mert azt se értettem, hogy kijöttem a kórházból, hogy most melyik párt a párt, meg hogy van ez meg. Hát közben kérdezed el, ha izé lett a Pető lett a Tölgyesi. Gondoltad volna? Az. Igaz, azt sem tudtam, hogy a Tölgyesi volt a Petőjüknek, hogy kilépett a kizárta, a bezárta, a visszavette, a kivette, a betette. Mind a hülye, itt ne értem. Hú, mert melyik az igazi párt? Aztán, hogy van ez? Ó, gyerekek, és csak kapogom a fejemet. Jaj, és hiába, hogy dolgozik a kormány, az a sok szemét újságíró. Na, azokat aztán okádni kell, ahogy azok viselkednek. Szidják a kormányt! Képzeld el, aljas szemét módon. Szidják ezt a kormányt, aki semmit nem csinál. Hát hogy lehet szívni? Hát persze, hogy nem megyünk előbbre. Ugye? Hát nem megyünk így előbbre. A kormány, az a semmi baj nincs a kormánya, hidd el. Összetartanak, kész. Világos. Képzeld el, bántják őket. A kormány Ferenc megmondta, hogy neki 100 nap türelmi idő kell. Hát ez egy frankó dolog, nem? 100 nap. Azt ugyan nem mondtam meg, hogy melyik nap számít bele. Szerintem október 23-a tuti bele számít. Hát akkor 3 nap telt, mit akarsz 3 nap alatt csinálni? Tehát teljes boldogság is, ami a hülye agyammal tudod, hogy csak a fontos dolgokról beszélnek. Hazajött egy haverom Kanadából, osztálytársam volt, tehát hasonló szint, mint én. Egymás mellett ültünk, képzeld. És mindjárt az állomáson így, puf, neki a kérdést. Figyelj! Hát tessék, állj meg! Shh. Kanadában! Figyelj! Ki a tévé elnöke? Nem tudja ez a barom, nem tudja! Sok idióta lökött. Mert ott kint a hülye kormány semmiféle komoly dologgal nem foglalkozik. Én ilyenek, hogy gazdaság, meg mezőgazdaság, meg jólét, meg ipar, meg ilyen hülyeségek. Ki az elnök, gyerekek? Hát ilyen. Hogy menjen ma a francba mindenki, csak már valami történjen, nem? Hát ilyen. És csak a font, hogy a másik. Az MDF. Mit? Nem néz hátra, neked mondom. Így ül. Szóval onnan jöttél. Operetben nem volt már egy. Nem kell ilyen helyre jönni. Gyertek. Engem el kell söpörni a francba, aztán nem ilyen. Oda,
hasonszörűek vannak. Gróf, báró, meg herceg, meg mindenki. Persze. A világos. Jaj, várja. Hazajöttek a főnemesek, ha jól tudom, és a legfontosabb témát megtárgyalták. Hogy az előneveket lehet használni. Jaj, de jó. Vége ennek a hülye életnek nálam is, úgyhogy nem megyünk be ilyen proliba, mint ti. Hétfőtől Hoffi elé ki lesz téve, hogy Hoffman, kész, elég volt. Most már ez megy, tudod? Szóval képzeld, de a kormány az MD... Várja, elsápaszlak még ma este egy kicsit. Jaj, tudod, a régiek, azok is utáltak rendesen, de azok legalább ilyenkor röhögtek. Jaj. Hallod? Na, hogy összekeverj, ez nem az ösztűz. Ugyanis 900-szor nincs ösztűz. Oda kéne figyelni erre az egész hangra. Tudod, igaz, ez nem a nyugodt erő, de azért oda kéne figyelni. Arany bogaram. Egyik művésznő, hát ilyet, hazajött Los Angelesből, nemzetiben lépett fel, tökig matyóba, piros fején zöld, orba szájba, minden. Az első előadásra elment a Göncz papa, kitolásból. Ja, a másodikra el kellett menni az Antalnak. Már Loszi miatt. És kérdele, azt mondja, az igen tisztelt művésznő, én nem jöttem haza 56 óta, mert én csak a szabad hazába jövök Losziból haza. És én addig nem jöttem haza, mert csak most jöttem meg a szabad magyar. Igazán, Évike csak most jött haza. Na hát, és akkor most én mit csináljak, Évike? Szúrjam tököm magamba. Hát mi van, Évike? Hát most hogy van? Évike, el kéne ájulnom, mint kormánykörökben, Évike. Ne haragudjon már, Évike, talán kiábrándítom. De képzelj el, több millióan. 56-ban mi meg el sem mentünk, Évike. Képzelj el. Na, hát azért... Hallgass, tápos. Le lehet mérni. Ez nem a siker, ez a vélemény. Szóval Évike, hát tetszik tudni, sokan itthon maradtunk, nagy munka folyt itt, persze. Ez a sok nagyszájú képviselő például, akkor szerezte meg a diplomáját. Üldözés közben. Hát persze. Mert ugye addig egy más pártba előképzést kapta. Hát Évike, mert ne felejts el Évike, hát azt hiszem Helta Jenő mondta, kis ország vagyunk, Évike. Ja, egy csőcselékünk van, azzal kell mindent megoldani. Hát persze. Itt nincs egy külön munkásúr, meg külön nyilas, meg külön ez. Nem. Ma hova vagy beosztva, kész. Ez egy... Gyerekek, hát legyünk őszinték, hát a gesztapónak annyi besugott. Nem tudom, szabad-e mondani, mert... Az Árpád sáv nem sáv. Szóval gondolj, egyszerűen az van, hogy annyi besugó volt itt az összes megszállt területen együttvéve. Hát ez egy ilyen ország, Évike. Hát ez rá kell jönni, persze. Itt amióta élnek, mindig mindenki csak nyal, nyal, nyal. Mi történt? Közben új lett a segg. Hát ez kell. Hát én. Na, nem jó van már, mert elfelejtem, mit akartam mondani. Szóval és én mind a hülyes, ha kapkodom a fejem, akkor hogy van ez? Jó reggelt!
A barátom már alszik. Legalább nem haragszik, jó van. Pedig most fel akartam vidítani. Hát, ha álmában még jobban éri. Az van, hogy most már azért sürgesd fel a főnöködet, ha holnap nem mész, hogy holnap nem mentek be, persze mi sem van, hanem hétfőn, hogy most már valamit kéne csinálnunk rendesen, tudod? Most már, piff-puff, elmúlik 2 év, és ti lesztek a mútrendszer. Nem baj, én felajánlom, a Béla bácsit bújtatom. Jó. Szóval csodát hallott, tudod? Új a kormány, és nagyon jól dolgozik. Te az 2 évesen új, de hát egy 2 éves az még új a neve, az még nyeretlen. Tudod? De van dolgok, te szóval le a kalappal. Fú. Van olyan miniszter, amelyik például azt vállalta választásig, hogy minden poszton megbukik. Képzeld el? Hát azért munka. Így ment haza a multiracionja. Anyucikám, elvesztettem a tárcámat. Anyucikám. Azt mondja a felesége, apukám, akkor te tárca nélküli miniszter. Nagyon nagy dolog, tudod? És megoldották a izét is, azt a nép élelmezést is. Azt nem miniszterrel, hanem ilyen fondollattal. Televíziót bevonták abba, képzeld el, ez a izé, ez a tévés riporter, az élelmezést ő intéz. Külön adás volt, amikor is csótányt ettek. Svábogarat. Hát ennyi olcsóban nem lehet kijönni, gyerekek. Gyertek el hozzánk, holnap ciánozás van. Persze. Kis fogpiszkálóra rászúrjuk, roppan és már le is ment. Na most sokan még már pösze meg sejpít, mert hülyék, mert nem értenek hozzá. Tiszta, semmi beszédhiba. Beszédtechnika van inkább, hogy mi történt. Hát elmagyarázom. Amikor a tücsköt... letuszkolta. A tücsök egy darabig ment, és itt, a filatori gátnál, egyszer csak lestoppolt, és itt belül, és olyan érzést képzeld el, hogy és ugye hát az borzasztó, se lesse föl, és a torkát itt basztassa. És akkor... egy drukba vagyok, mert az anyószom, ha lenyeli, képzeld el, nem azért, hát cserépkájában már bemented ilyen nálunk, és ki kellett venni 3 részt belőle, hogy ki lehessen venni, egész ilyen... Ambipur. Ne bízza a szélre. TV-reklám. Gyerekek, azért ez már Európa. Igaz, a hátsó oldala, de Európa. Szóval nagyon jó tesz, szóval ezt, ha még tudják fokozni is, hát szóval azért az már egy eredmény lesz azért. És mégis van olyan sok hülye, milyen magamfajta, aki egyszerűen kötekedik, meg nem azt tetszik, meg semmi nem jó neki. Van ilyen, hidd el. Van. 2 haver beszélget. Te, már csak te figyelj, csak nem az, tudod? Hát...
Ha vagyunk, hogy nem vagyunk, hogy úgy vagyunk, úgy vagyunk. Na, akkor, na tessék, de csak bemúlt őszintén a pacekba. Tessék. Te feleséget hogy szeretkezik? Van, aki dicséri, van, aki nem.